Belpolitikai témával folytatjuk a ma reggelt. Márki Péter nyerte az ellenzéki előválasztást. A szavazatok nagyjából 60 át szerezte meg. Dobrev Klára gratulált, és azt mondta, a DK elfogadja az eredményt, és támogatni fogja, mint a baloldal miniszterelnök jelöltjét. A demokratikus koalíció szóvivője Barkóci Balázs úgy nyilatkozott, hogy a DK megkerülhetetlen erő. Reagálta a Fidesz szóvivője is. Kocsis Máté azt írta, életbe lép a gyúr Gyurcsány Márkizaj paktum. Márkizaj Péteren keresztül a baloldal most jobboldali emberek szavazatát akarja megszerezni ahhoz, hogy hatalmat szerezzen, de Márkizaj Péter nem jobboldali. Ezt mondta, ezt írta, tehát folytatjuk a témát itt a stúdióban. Köszönjük szépen, így van, ezt is szóba hozzuk majd. Itt van velünk Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Tiszteletem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát felkavarta már az eleve az állóvizet a bal oldalon, hogy karácsony Gergely visszalépett, ugye Márkizai Péter javára, de voltak itt más egyéb ügyek, meg viták is. Ezeket a vitákat, ügyeket tetézheti tovább Márkizai Péter győzelme az ellenzéki oldalon? Abból a szempontból mindenképp, hogy Márkizai Péter győzelme, mint egy politikán kívülről érkező, kvázi politikán kívülről érkező személynek a a győzelme, a szülhet megosztottságokat, vagy szülhet sértettségeket az összefogáson belül a baloldalon. Ugyanakkor nagyon sokan vizionálják talán, vagy vizionálhatják talán, hogy emiatt majd áprilisig ez a koalíció, ez olyan töréseket fog szenvedni, hogy esetleg szétesik. Én viszont azt gondolom, hogy ez nem fog bekövetkezni. Tehát, hogy én óvaintenék mindenkit attól, az elképzeléstől, hogy, hogy össze fognak veszni ennek a koalíciónak a tagjai, szét fog szakadni ez, a, ez az összefogás. Azon egyszerűen oknál fogva nem fog, hogy létérdekük, hogy a választás napjáig ez a koalíció, ha kell tűzzel, de egyben legyen tartva. Még akkor is, hogyha nagyon sok konfliktus volt akár, itt láthattuk a második fordul előtt is, tehát azért az, hogy mondjuk két jelölt, aki egymással szemben áll, és azt mondja az egyik a másikra, hogy hazug, alkalmatlan a másik, azt mondja, hogy nem lehet vele leváltani a Fidesz, tehát nem lehet elérni a kormányváltást, azok utána majd össze fognak tudni borulni, és a következő pár hónapban úgy dolgozni együtt, mint ami sem történt volna. Úgy nem fognak tudni együtt dolgozni, mintha mi sem történt volna, illetve az egy nagyon nagy kérdés, hogy mennyire lesz őszinte a, ez az összeborulás a következő hetekben, hónapokban a részükről, de azt látni kell, hogy a nagy és a kis pártoknak külön-külön más, érde, más érdek miatt, de érdekük az, hogy egyben maradjon a koalíció. A nagyoknak, és itt elsősorban a demokratikus koalícióra gondolok, azért érdeke, mert ha történik egy kormányváltás, akkor van egy párt nélküli miniszterelnök, akit ők, mint a, a vélhetően legnagyobb frakció, a tulajdonosai kvázi tudnak irányítani. Ha nem történik kormányváltás, akkor pedig Márkizai Péter már bocsánat, de elviszi a hét. Ezt akartam kérdezni, hogy mi történik a későbbiekben, tehát ha mondjuk nyerne ez az oldal. Ugye Márkizai Péter Kapcsán kritikaként azt szokták emlegetni, hogy nincs igazi, háló, nagy mértékű hálózat, szervezettség párt mögötte, mint mondjuk, a, mint mondjuk a DK mögött. Tehát, hogyha Márki Zaj, Péter mondjuk miniszterelnök lenne, akkor is a dk lenne a legnagyobb frakció. Hogy tudna így működni egy kormány, hogy gyakorlatilag a miniszterelnököt úgymond sokban tudná tartani egy parlamentben egy ilyen nagy frakció? Itt a első körben hat kanyarodjak vissza egy kettőséghez, amiről talán keveset szoktunk beszélni. Ugye Márkizai Péter nagyon nagy erőkkel próbálta magát Gyurcsány Ferenc ellenesnek pozícionálni. Nem ugye, voltak olyan nagyon nagy erők, ezek majd mindjárt rátérünk. Ö, ön is utalt már rá, hogy azért elmondtak nagyon sok minden rosszat egymástól, Dobrevkárra és Márkizai Péter. Meg az ellenkezőjét. Is. Meg az ellenkezőjét is, igen. A Viszont ugye felvetődik az, hogy hogyan próbálhatja magát valaki úgy, a Gyurcsány Ferenc ellenesnek pozícionálni, hogy közben egyrészt összefog a Gyurcsány Ferenccel, másrészt pontosan tudja, mert nyilván ő is ismeri az első fordulónak az eredményeit, hogy a mai számítások szerint a mostani ellenzéki pártok közül a demokratikus koalíció lesz a legnagyobb frakció. ugye ez egy paralel dolog a fővárosi városházával, ahol Karácsony Gergely ugyan a főpolgármester, de a dk -ja a legnagyobb frakció, Zárójeletne jegyzem meg egyébként úgy, hogy a választások után két emeszpés polgármestert a maga oldalára állított, és innentől kezdve az ő akaratuk beleegyezésük nélkül uh, semmilyen döntés nem lehet meghozni. Amit a felvezetőben is elhangzott, ez egy jogos kérdés. Ugye márkizaj Pétert most már az előválasztási kampányban is úgy próbálják, sőt ő magát is úgy pozícionálta, de az ellenzéki pártok is, hogy a jobb oldali. Ember. Ugye azért kérdeztem, hogy hogy mennyire számítő jobboldali embernek, vagy mennyire lehet őt így eladni, mert ugye, meg hogy mennyire állt ki a DK politikája mellett, 2010 előtti politika mellett, mert ugye ő, ő azt mondta, korábban méltatta az összödi beszédet, Gyurcsány Ferenc összödi beszédét egy őszinte szembenézésnek mondta, és azt is mondta, hogy szó sincs arra, hogy Magyarországnak konzervatív kormánya lenne, ha ők alakíthatnának kormányt, vagy hogy azért dolgozik, ezt is ugye mondta, mondta nyilvánosan, hogy a, hogy a DK a legerősebb kormánypárti frakció legyen. Hogy lehet akkor így jobb, de ugye ezt a Kocsis Máté is ezt a kérdést tette fel a Fidesz frakció vezetője. Itt ugye megint azt érdemes nézni, hogy mi van a paraván előtt, és mi van a paraván mögött. Ugye ezek, amiket ő elmond, hogy ő konzervatív ember, ő jobboldali ember, ő vallás ember, ezek mind a paraván előtt vannak. Viszont a paraván mögött azért érdemes látni, hogy itt egy technikai gondolkodás lehet a háttérben. Ugyanis a maga Karácsony Gergely is elmondta, hogy egy baloldali gondolkodású kormány, vagy egy baloldali gondolkodás nem többségképes Magyarországon, ez nyilvánvaló. És ezért megpróbálnak megszólítani a, a baloldalon túli a embereket, viszont itt megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy hogyan lehet úgy jobboldali embereket megszólítani, hogy közben a jobboldali emberek, meg egyébként úgy általában a magyarok szemében legelutasítottabb politikussal állunk össze A mindeközben. És úgy próbál meg Márkizai Péter hatalomba emelkedni, hogy őt gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc és a 2010 politikai elit több más tagja uh, emelje hatalomba, és adott esetben, hogyha ez sikerül, akkor gyakorlatilag minden egyes döntésénél a, a dk nak meg az mszp nek meg az összes többi frakciónak a, a jó indulatát kell gyakorlatilag kikönyörögnie ahhoz, hogy jogszabályt tudjon alkotni, hiszen semmilyen párt nincs mögötte, amelyik őt támogatja. Uh, az is egy érdekes kérdés, és az is felvetődött, hogy megpróbál majd ő a saját emberének az országos listán helyet szerezni, uh, ugyanakkor azt nyilvánvalóan látni kell, hogy itt van egy megállapodás a hat ellenzéki párt között, és ezek az ellenzéki pártok, sem a DK, sem az MSZP, sem az összes többi, nem fognak örülni annak a gondolatnak, hogy osztozniuk kell a helyeken, a képviselői helyeken másokkal. Hiszen azért a baloldalon, és ezt is látni kell, hogy nagyon sok képviselő jelöltnek, itt egzisztenciális kérdésről beszélünk a parlamenti képviselőség esetében, hiszen 4-8-12 egy néhány ciklus óta éve azt csinálja, tehát a parlamentben ül képviselőként, és nem feltétlenül szeretne a polgári foglalkozásához visszatérni. Az is egy érdekes kérdés lehet, hogy Márki Zaj Péter előválasztási győzelmével változhatnak-e a pártok közötti erőviszonyok a következő időszakban? A pártok közötti erőviszonyok azt gondolom, hogy nem fognak változni, már csak azért sem fognak változni, mert megvan, hogy ki a 106 egyéni a képviselő jelölt, akit ők elindítanak, ami esetleg, amiben esetleg egy nagyon kicsi változás bekövetkezhet, bár ennek is minimális esélyét látom, ugye az országos lista állítása az még nem történt meg. A, és az országos lista is szerintem tükrözni fogja a, a jelenlegi hatalmi viszonyokat, a jelenlegi erői viszonyokat a, a bal oldalon, az ellenzéki oldalon, tehát nyilvánvalóan a demokratikus koalíciónak lesz a legtöbb jelöltje, uh, utána jöhet a Jobbik, és utána jöhet az összes többi uh, ellenzéki párt. Utaltam már rá, hogy Márki Péter próbálhatja ide rátenni a, a listára a saját embereit, de azt gondolom, hogy kemény ellenállásba fog ütközni ebben a kérdésben. Na már itt tartunk is, azzal kezdtük, hogy azért voltak ügyek, meg konfliktusok az elmúlt időszakban, nagyon sok a, az előválasztás alatt is, kapcsán is, de előtte is. Mire számít a következő időszakban, a kampányban? Ismét lesznek, ugye úgy szokták ezt mondani, hogy csontvázak a szekrényben, vagy konfliktusok, problémák az ellenzéki oldalon? Én itt visszautalnék arra a gondolatra, hogy ezek a pártok, szervezetek, a a kormányváltás akarása miatt, a hatalom akarása miatt az ezek össze fognak tartani. És itt hadd emlékeztessek Gyurcsány Ferencnek egy mondatára, amit ebben az évben mondott egy, egy, kereskedelmi televízióban, ami úgy szólt, hogy lesznek olyan napok, lesznek olyan pillanatok, amikor úgy fog tűnni, hogy az ellenzéken belül civakodnak, marakodnak, de akkor is minden a legnagyobb rendben lesz, és a legnagyobb egység lesz. Nyilván ezt azért tudhatja ilyen jól, vagy tudja ilyen jól, mert hogy alapvetően ő irányítja ezt az egységet. Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője volt itt velünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönöm.